Szervusztok, gyerekek! Szervusztok! Egy szép mesét mondok nektek Mátyás királyról és a székely ember lányáról. Ismeritek? Hallottad? Igen? Hallottad már is te? Te még nem hallottad? Igen, és akkor nem is hallottál még Mátyás királyról, csak most először. Igen? Igen, igen? Igen? Jaj, de jó. De remélem, hogy ezt még... Mátyás királyról. Na, akkor hallgassátok. Aki már hallotta, az majd velem gondolja, aki még nem hallotta, annak pedig egy új mesét mondok. Mátyás királynak, amikor még legény ember volt, volt egy hűszolgája. Gondolt egyszer valamit a király, és azt mondta ennek a hű emberének. Van kint az országút mellett egy kő. Menj ki az országútra, állj a kő mellé. És minden embert, aki csak az országúton elmegy, kerítsd oda, hogy azt a követ nyúzza meg. Ez a király parancsolata, ez a király akarata. Jutalmat ad érte, így akarja kipróbálni a népe eszét. Kimegy a hűszolga, odaáll a kőhöz, s mondja a parancsot. Azzal s a jutalomigéréssel sok embert oda kerített, de mind meg annyi a vállát húzogatta, s mind csak azt mondta, ugyan már, hogy nyúzzunk meg egy követ. Volt, aki próbálta, volt, aki meg se próbálta. Egyszer egy székely ember ment arra a leányával. Azt is oda kerítette a szolga, hogy segítsen azoknak, akik épp próbálták volna a nyúzást. Egyszer csak azt mondja a lányocska, ahogy a többiek ott nyulkálódnak és tanakodnak. Apám, menjen fel kent Budára Mátyás királyhoz, és mondja meg neki, hogy vétesse előbb a kőnek a vérit, akkor majd megnyúzzuk. Ránézett a székely ember a lányára, s bólintott. S ment egyenesen Budára Mátyás királyhoz. Azt mondja Mátyás király a székely embernek feleletül a kérésre, hát te honnan tanultad ezt, te székely ember, hogy én előbb vérét vétessem a kőnek? Furfangos egy ember vagy te? A székely ember nem akart más tudásával díszeledni, még a leányáéval sem. Elmondta szépen, hogy van egy lányocskája, annak a fejéből való ez a gondolat. Mátyás király nézett egyet, de tetszett neki az egyenes szó. Adott a székely embernek egy csomó pénzt, meg két szemdiót. És azt mondta neki, vidd el ezt a lányodnak, ültesse el őket, de olyan földbe, hogy fa nélkül megnőjenek. Akkor jöjjön el hozzám. A székely ember mit tehetett, hazavitte a két diót, s odatta a lányának. Azt mondta neki, na most, neked is adott Mátyás király bajt, eleget. A lányocska azonban csak mosolygott. Egyszerűen föltörte, s megette a két diót. És csak várt. Mátyás király is várt. Egy idő múlva azt mondta a lány az apjának. Na most már menjen fel apám Mátyás királyhoz. Mondja meg már neki, hogy kifejlődtek a diók. A lány két kis keblecskéje volt az. A székely ember fölment most szépen Budára, megvitte Mátyás királynak az üzenetet. Mátyás király meghallgatta az üzenetet, gondolkodott, és adott a székely embernek két szál kendert. Azt az üzenetet küldte a székely lánykának, hogy abból a két szál kenderből, s nem többből csináljon főkötőket a királyi rezidenciának. A székely ember azt a két szál kendert szomorúan vitte haza a lányának. Hogy csinál abból annyi főkötőt? Mondta is a lányának. Most adott a király bajt, neked eleget? De a lány látott az udvaron két szál forgácsot. Felvette, s azt mondta az apjának. Vigye fel kendezt Mátyás királynak, és mondja meg neki, hogy csináljon ebből ő két forgásból szövőszéket, csöllőt, vetélőfát. Akkor majd én is csinálok rajta főkötőt abból a két szál kenderből, amennyi csak kell. A székely ember ismét megjárta Budát. Mátyás király most azt felelte. Mondd meg a lányodnak, tele van a padlásom lukas korsóval. Ha azt mind befoldja, herceget kap férjül. Visszaüzent erre a székely ember leánya, hogy ő szívesen megfogja a korsókat, de csak a visszájukról. A király fordítassa ki előbb a korsókat, mert színéről semmit nem lehet szépen megfoldani. Mátyás király erre így válaszolt. Mondd meg a lányodnak, hogyha igazán olyan okos, akkor jöjjön föl ő is Budára hozzám. De úgy, hogy se az úton, se az útfelen. Se öltözve, se öltözetlen. S ha olyan dolgos is, mint okos, én magam veszem feleségül.
Hozzon ajándékot is, mégpedig úgy, hogy mégse hozzon. Amikor pedig belép, köszönjön is, ne is. Na most már tetézve adott bajt neked a király, mondta otthon a szegény székely ember. De a lány egyszeriben fogott egy verebet, szitába tette, az lesz az ajándék. Volt az apjának egy nagy hálója, ruhaként azt vette föl. Volt az apjának egy szamara, annak megfogta a farkát, elindította maga előtt, s ment a nyomán. Így nem az ország útján ment, hanem a szamár nyomán. Amikor odaért a királyhoz, épp csak meghajtotta magát, de nem szólt, vagyis köszönt is, nem is. Ruha helyett hálóban volt, vagyis föl is volt öltözve, nem is. Elővette a szitát, megmutatta a verebet. Az pedig rögtön elrepült, vagyis volt ajándék, s mégse lett. Mivel pedig nem csak okos volt, hanem dolgos is, meg szép is, Mátyás király rögtön fölkelt a trónusáról, egyszeribe megcsókolta, kezet fogott vele, megmátkásodtak. Nagyon jól éltek egy darabig, míg új házasok voltak. De egyszer nagy sokadalom lett a városban, nagy vásárbudán. Amint a szekerek összegyúróztak, egy szegény embernek a kancája lefeküdt, és csikót ellett. De egy más embernek a szekere alatt. Mikor a szegény ember meglátta, hogy a kancája megcsikózott, ki akarta húzni a csikót a másik szekér alól. De az ember, aki a szekér volt, nem engedte. Azt mondta, hogy a csikót az ő szekere csikózta. Felpanaszolták végül a királynak is a dolgot, de bizony azt mondta Mátyás király is, hogy azé a csikó, akinek a szekere alatt találták. Nagyon megbúsulta a szegény kárvallott ember magát. No de ahogy kijönnek a törvényházból, mit hall? Azt, hogy a királyné még okosabb, mint az ura. Elhatározta, hogy bemegy a királynéhoz, és attól kér tanácsot, sőt igazságot. Be is ment rögtön Mátyás király feleségéhez, és elpanaszolta neki a baját. Azt mondja neki a királyné, a hajdani okos székely leányka. Ó, te szegény ember, na én segítek rajtad. Menj el, és szerezz egy hálót és egy evezőt, olyant, amivel a vízben szokás halászni és evezni. Menj ki a mezőre, és ott a homokban csapkodj az evezővel, mint a halat kergetnéd a háló felé, a hálóval pedig úgy csinálj, mint a halásznál. Így is tett a szegény ember, és a király arra járt, meglátta. Rögtön behívatta, hogy micsoda szamár emberkent, hogy a homokban halat keres. Mondja rá a szegény ember azt, amire a királyné tanította. Bizony, nincs ott hal, de a szekér aljának sincsen csikója. Hely, te szerencsétlen ember! Tudom, hogy a feleségem tanácsolta neked ezt. No, neked ez nem baj, neked visszarendelem a csikódat. De a számadásnak nincs vége a megszégyenítésemért. A király úgy megharagudott, hogy a felesége ilyen tanácsot adott a szegény embernek, hogy rögtön bement a feleségéhez. Ráripakodott, hogy eltakarodjék azonnal a házból, a nap meg ne süsse ott többet. Azt mondta erre csöndesen az asszony, ismerve az ura hirtelen természetét. Nem bánom, elmegyek, akár tüstén. Csak engedd meg, hogy amit legjobban szeretek s kedvelek, azt is elvihessem magammal. Azt mondta erre a király. Azt jó szívvel megengedem. Még aznap elköltözött az asszony egy kis házba, amelynek még üveg sem volt az ablakán, csak hártya. Tudta, hogy az urának olyan szokása van, hogy este lefekszik a paplanos ágyba, rögtön igen mélyen elalszik. Hát, ahogy este lett, négy emberrel odament, a paplannak a négy szegét megfogadta, és elvitette a királyt is oda, ahová ő költözött, abba a hártyás ablakú házba. Mikor Mátyás király másnap megébredett, s látja, hogy alig lát ki az ablakon, azt mondja, mi az? Hol vagyok? Ki merte ezt tenni velem? Azt mondja csöndesen a királyné. Megengedted, hogy elvigyem magammal, amit legjobban szeretek. Hát elhoztalak magammal. Erre megcsókolták egymást. És bár máig se haltak volna meg. Itt a mese vége.